Tehát 1952. szeptember végéig tulajdonképpen csak gyanúsítottak voltunk. Rabosításunkra szeptember végén vagy közepetáján kerülhetett sor, ami többi között abból állt, hogy nagyon gondosan újra nyomatokat vettek tőlünk mindenféle irányból, előről, oldalról, sőt hátulról is lefényképeztek. Amikor a katonai börtönbe kerültünk valamennyien, akkor öltöztettek át az addig viselt civil ruhából rab ruhába, amely részben ilyen csikos ruha volt, részben pedig nagyon használt, levetett katonai ruha, amit széles piros csikokkal, festékcsikokkal jelöltek meg, tehát ennyiben különböztünk a katonáktól. Jellemző egyébként, hogy itt a katonai rendszabályok voltak az uralkodóak, lévén ez katonai börtön, függetlenül attól, hogy valaki szalézi szerzetes volt, polgári személy, vagy harmadikos gimnázista, mint Hegedűs Hajnalka. Ez sok mindenben megnyilvánult egyébként, többi között érdekességképpen elmondom, hogy az úgynevezett börtönséta, az nem sétából állt, hanem alaki gyakorlatokból. Tehát csoportokba, katonai alakzatban rendezték a rabokat, egymás mellett általában hatan, és egymás mögött pedig hát annyi sorban, amennyi éppen adódott, tehát 8-10 sor, és menet előre, menet hátra arccal, másik irányba, és így tovább. Hozzá tartozott egyébként, hogy úgy mondjam, a cukkoláshoz, bizonyos értelemben a kínzáshoz az is, hogy a séták során kenyérdarabokat dobáltak el a úgynevezett sétaudvar különböző helyein, annak reményében, hogy egy-egy rab kiugrik a sorból és megpróbálja azt felemelni, ami is nagyon súlyos büntetés járt volna. Csak a nyálunk csorgott, mindezt azért említem fel, mert rendkívül gyenge volt az élelmezés, tudatosan volt gyenge. Amikor a zárkába kerültem, akkor már az ott lévő letartóztatottak túlnyomó része rendkívül sovány benyomást keltette, mindenki éhezett, István is természetesen. Ezért kell nagy hangsúlyal megemlítenem, hogy ő megosztotta azt a rendkívül szűk kis kenyéradagot, vagy pedig a teljes kenyéradagot átadta másnak, akiről úgy gondolta, hogy azzal nagy segítséget ad, nagy örömet a bajtársának. Egymás között tulajdonképpen bajtársnak kellett egymást szólítani a fegyőrök utasításai szerint is. Visszatérve még a cellába való belépés kezdeti időszakára, nagyon hamar kiderült a bemutatkozások, időzőjelbe téve bemutatkozások során, hogy ki miért van itt. A túlnyomó részt a jelenlévők, raptársak túlnyomó részt valamilyen kémkedéssel, hazárulással vádolták, következésképpen nagyon súlyos büntetésre számíthattak. Ebből adódott, hogy a cellában lévő túlnyomó része magába fordult, segítségre szorult, az Istvántól óriási erőfeszítéseket igényelt, hogy sorba majdnem mindenkihez, aki egyáltalán hajlandó volt a beszélgetésre, eljusson, és valamilyen módon megpróbáljon lelket önteni belé. Ez rendkívül tiszteletre méltó tevékenység volt. Nem is nagyon lehetett tulajdonképpen semmilyen értelmes dolgot csinálni, mert például alacsonyabb szinteken jelesül az 5. emeleten, mint utólag számomra kiderült, mód volt bizonyos játékokra, ott lent kenyérbélből
kenyeret jól megrágva, csak játékot lehetett, csak figurát lehetett készíteni. Itt szigorúan tiltva volt minden szórakoztató tevékenység, maximum az egymással való beszélgetés maradt olyan, ami segítette az időt rövidíteni, ami érdekessé tette tulajdonképpen a másik személyét vagy történetét. Nagyon gyakori volt az ellenőrzés, és itt ebben a zárkában nagyon gyakori volt az úgynevezett hip is. Tehát amikor alaposan megnézték, hogy a szalmazsákokban rejtegette valamit, senki sem tarthatott magánál semmilyen idegen holmit, tehát csupasznak kellett lenni a ruházatnak, a cipőnek, hajról nem lehetett beszélni, mert azt rövidre vágták természetesen. Tehát egy teljes elzártság és teljes befelé fordulásra kényszerült, teljes elzártságra és befelé fordulásra kényszerült szinte mindenki. Vagy kicsit tovább lépve, ahogy közeledtünk tulajdonképpen az első tárgyaláshoz, amelyet nagy figyelemmel, bizonyos belső izgalommal vártunk mindannyian, nagyon hosszantartó volt. Nagyon hosszantartó volt abban az értelemben is, hogy a kihallgatás, a bírósági meghallgatás kihallgatása úgy tetszik, az oly módon történt, hogy az előttünk lévők kihallgatását, meghallgatását nem hallottuk, csak az utánunk következőkét. Ilyen módon nem is tudtunk képet alkotni a per egészéről, arról sem, hogy kiket mivel vádolnak, a vádlottak mivel védekeznek. Ilyen módon Sándor István kihallgatását, meghallgatását a bíróság előtt nem lehetett meghallgatni. Ami kevés információ jutott számomra, az tulajdonképpen a zárkában, a tárgyalás szünnapjain, helyesebben szünet óráiban, mert ugye 3 napig tartott, tehát a 28-29-ére, 9-éről 30-ére virradó napon este még tudtunk a tárgyalásról beszélgetni. István akkor elmondta, hogy őt igazából mivel vádolják, elsősorban a tilos, megengedhetetlen ifjúságneveléssel. Ez volt a leglényegesebb, és hogy olyan mértékű támogatást adott Zana Albertnek, legalábbis szóban, amely Zana Albertet a szervezkedés kiszélesítésének ígéretével, reményekkel töltött el, hogy ez egy viszonylag széleskörű összefogás lesz. Lényegében ez maradt meg bennem az Istvánnal való beszélgetések során, hogy mi az, amivel a bíróság őt faggatta, amitről megpróbált bizonyságot kapni. Hasonló volt a véleménye tulajdonképpen utána következő vádlottak a való meghallgatásról is. Abban megegyeztünk egymás között, hogy ez az elmúlt időszak a számvetés időszaka volt, és most majd a másodfokú tárgyalások terjedő időszaka, nem tudtuk, hogy az milyen közel vagy milyen távol lesz, az a felajánlás időszaka legyen, hogy a rabságunkat és az ítéletünket is ajánljuk fel a legjobb ügyekért, elsősorban a halálra ítélt, megkínzott embertársainkért,
és mindazokért, akit bőtszedemet, szenvedést kénytelnek elviselni. Ilyen értelmű volt a közös gondolkozásunk az alatt, a rövid idő alatt, amíg aztán el nem választottak minket. Az elválasztás az nagyon gyorsan megvalósult, mert engem nem vádoltak kémkedéssel, hazaárulással. Következésképpen október 31-én egy emelettel lejjebb a szervezkedők szintjére vittek, és azt követően az első fokú tárgyalási semmilyen személyes kapcsolatunk nem volt Istvánnal.